Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Hallottak már a Berlin Fesztivál a Flights-ról. Érdemes figyelniük, mert most megismerkedhetnek ezzel a nem mindennapi fesztivállal, és annak a kreatív csapat egyik tagjával is, aki részt vett ezen a rendezvényen. Vendégem Varga Zoltán, az Eper Kreatív egyik tagja. Szia! Szia! Az Eper Kreatívról már sokszor beszéltünk, hála a jó égnek, igen. De ha valaki még nem fedezte volna fel, hogy ú, de ismerős ez a srác, meg ez a név, ez az Eper kreatívos dolog, akkor egy pár szóban mutasd már be ezt a csapatot, hogy kik vagytok ti. Oké. Mi egy 2010-ben alakult stúdió vagyunk, amelyeknek két tagja van, két állandó tagja van, barátom Szabó Csaba és jó magam, és így működünk már lassan 5 éven. Természetesen vannak más emberek is, akikkel dolgozunk, különböző szabadúszók, akikkel zenével dolgozunk együtt, vagy grafikusok, programozók, de a csapatnak a magját ezt mi alkotjuk ketten. És nagy részt alkalmazott videóművészettel foglalkozunk, itt elsősorban animációkra, kis videókra lehet gondolni, de természetesen foglalkozunk különböző grafikai munkákkal is. Nagyon-nagyon felismerhető már a stílusotok, hála a jó égnek. Nagyon érdekes az, amikor látok egy videót mondjuk egy pályázatos versenynél, és akkor így felismerem, hogy hopp, ez bizony Zoli munkája, vagy Zoliék munkája. Ez a Berlin Festival of Lights, ez mi volt, és hogyan került a ti életetekbe? Ez a fesztivál már 11 éve működik Berlinben, és ez egy úgymond fényfesztivál, ahol is már nem csak a megszokott zenei produkciókat láthatják a vendégek, hanem különböző fényinstallációkat, vetítéseket, fényszobrokat, videóinstallációkat. Nagyrészt, ami ugye itt minden a fényhez kapcsolódik, és ezen a fesztiválon volt egy versenykiírás, ahol mi is indultunk, és második helyezést értünk el. Itt ez egy külön kategória volt a fesztiválon belül. Ezt úgy mondtad, hogy ó, reggel kimentem és megettem egy kiflit, tehát ez egy nagy dolog, gratulálunk. Ugye sok fesztiválon túl vagyunk már ebbe az évbe, tehát ez már most a negyedik volt nekünk. Nyáron voltunk Zsironában, ott egy szakmai konferenciával összekötött fesztivál volt. Ugye van, ahol van díjazás, van, ahol csak egy vagy két ember díjaznak. Itt éppen Zsironában volt egy ilyen, hogy ugye 130 jelentkezőből választottak ki 15-öt, és ott egy díjazás volt. Akik győztek egyébként megérdemelten nagyon, egy szerbiai csapat volt az, aki nyert ezen a versenyen. Tehát mi ezt az egész rendszert, ezt a műfajt, ezt a 3D architectural mappinget, mert ezt így hívják, ezt mi 2011-ben kezdtük el. 2012-ben itt Magyarországon megrendezték az első nemzetközi 3D architectural mapping versenyt, amin szintén második helyezést és egy szakmai díjat nyertünk. Azután elkezdtünk dolgozni különböző csapatokkal együtt, és aztán leálltunk ezzel a műfajjal egy kicsit, mivel más típusú munkáink voltak, és ebbe az évben indítottuk újra. Na ezt de most... mi is ez akkor? Mert a nézők lassan-lassan láthatják majd a Berlinben készült felvételt, de ez hogyan működik? Igen. Mert hogy épületekre vetítettek rá valami videót, de hogy én annyira laikus vagyok a témához, hogy talán te ezt el tudod mondani, hogy megértsük. Igen. Ez úgy működik, hogy mikor kiválasztják azt az épületet, amelyikre vetítve lesz, ezt beszkennelik egy lézerszkennel segítségével. Erről készítenek egy háromdimenziós modellt, valamilyen háromdimenziós szoftver segítségével, és ezt dolgozzák fel az alkotók. Jelen esetben mi megkaptuk a Brandenburgi kapunak a makettjét, úgymond, egy ilyen virtuális makettjét, és ezt mozgatjuk meg különböző 2D-s és 3D-s szoftverekkel, lényegében készítünk a felületére egy animációt, ami alkalmazkodik szorosan az architektúrához.
ez annyira látványos és brutális egyszerre, hogy az ami hihetetlen, hiszen a videónak köszönhetően lényegében majd, hogy nem a szobrokat, az oszlopokat is teljesen meg tudjátok mozgatni. Igen. Tényleg olyan hatása van, mintha 3D-ben ugrálnának esetleg a szobrok. Mennyire nehéz amúgy ezt a műfajt elsajátítani? Pár éve foglalkoztok Igen. vele, de gondolom nem olyan egyszerű, mint Igen. megtanulni rajzolni. Nem, az sem egyszerű, és ez sem. Igen. Egyébként az alapja mindennek a rajz, tehát nekünk is ez az alapunk. Évekbe telik egyébként, mire az ember elsajátítja azt, hogy mi az, ami jól néz ki épületen, mi az, ami kell. Mi kialakítottunk magunknak egy stílust, ahogy te is mondtad, és... Ezt hogyan titulálnád a stílusotokat? Eper. Eper. Igazából ez belülünk fakad, hogyha ilyen szabad munkáink vannak, akkor mindig igyekszünk ezt elővenni, és akkor ezt helyezzük előtérbe. Itt is ez volt a célja. Ugye az architectural mappingnek is többféle válfaja van most már. Valami nagyon szorosan kapcsolódik az épülethez. Vannak olyan csapatok, akik kevésbé, inkább önmagukat fejezik ki az épület, vagy azon az architektúrán, ami eléjük kerül. Ti is inkább ezt választottátok, ugye? Így van. Elsősorban azért, mert tehát nagyon sok csapat van nemzetközileg, Magyarországon körülbelül 4, aki ezzel foglalkozik, és muszáj, hogy az embernek legyen egy olyan arca, amit el tudnak jól különíteni, és megismerik, hogy ja igen, ez ő. Mennyire nehéz amúgy ehhez az adott videóhoz frappáns, odaillő, ütős zenét választani? Van, akinek nehezebb, van, akinek könnyebb. Szerintem nekünk könnyebben megy. Ez is attól függ, hogy ki milyen stílusú zenéket szeret, ki mit használ. Vannak olyan művészek, akik klasszikus zenét használnak, vannak, akik elektronikusat, vannak, akik teljesen valamilyen kis minimál, inkább zajokat, szóval ez is nagyon sok rétegű lett már így az utóbbi 10 évben, amikor ez elkezdődött ez az egész. Milyen visszajelzéseket kaptatok amúgy a zsűri tagoktól, vagy mi az, amit mindenképpen meg kell fogadnotok, hogy esetleg jövőre mondjuk az első helyezett díjat hozzátok igen, haza? Igen. Igazából a zsűrivel nagyon jó kapcsolatunk volt, ismertük is az egyik zsűri, a zsűribe lévő egyik csapatot. Nem sikerült az első hely? Egyébként nem volt, tehát aki megnyerte, az megérdemelten nyerte meg. Nekünk most itt pont az volt a cél, hogy ezen a fesztiválon is inkább a saját arcunkat hozzuk. Lehetett volna, hogyha nagyon szerettünk volna az első hely felé menni, akkor egy kicsit inkább ezt a vonalat háttérbe szorítani, és inkább egy populáris vonalat vinni tovább, de úgy gondoltuk, hogy ha nemzetközi szintéren szeretnénk megjelenni, és ott szeretnénk maradni, akkor muszáj egy jól meghatározható és elkülöníthető stílus, amiben dolgozunk. Hogyha csinálhatnátok Nyíregyházán egy hasonló fesztivált, akkor melyik épületnél ragadnátok le? Gondolkodtatok már ezen? Persze, gondolkoztunk. Nekünk nagyon tetszik most a művelődési központnak a bejáratánál lévő nagy, hosszú oszlop. Az ugye az egy derékszögbe jól bevilágítható lenne, az nekünk az lenne az, ami inspiráló. Igen. Meg ott ugye illenne. Nagyon jól lehet használni a 3D-s rendszereket, mivel egy sík felület, mégis térbe van, viszont egy nagyon egyszerű felület, és azért az kifejezetten látványos lenne. Na, akkor majd megadom a VMKK igazgatójának a telefonszámát. Én köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál. A közelmúltban szóltunk arról, hogy a Nyíregyházi József András Múzeum elindította a Hónap műtárgya című kezdeményezését. Október vitrínbe zárt csodája egy vajmintázó, ezzel ismerkedhetnek most meg. A József András Múzeum néprajzi gyűjteményének egyedi darabja ez a szépen díszített tárgy, amelyről a laikus szemlélőnek nem is könnyű kitalálni, hogy milyen célra szolgálhatott. Október hónap műtárgyaként egy vitrínben tekinthető meg a paraszti háztartásokból jól ismert díszített díszítő tárgy. Ezt a vajmintázót Kis Lajos, az egykori megyei múzeumigazgató találta, illetve az ő bejegyzésével került be a leltárkönyvbe, méghozzá Vis nevű bodrogközi kis faluban volt a lelőhelye ennek a tárgynak, ami 1950-ig a megye rendezésekig Szabolcs vármegye része volt, tehát ez az oka annak, hogy
a mi megyei múzeumunkba került be ez a tárgy. A paraszti háztartásokban az asszonyok maguk köpülték a vajat a vidékünkön zurbolónak is nevezett eszközzel, amely nem volt elterjedt ebben a térségben. Nagyon egyszerű funkciója volt, de egy olyan funkció, ami nagyon hozzátartozott a népi kultúrához, az, hogy semminek sem csak a praktikuma, a haszna az érdekes, hanem mindent díszítettek, mindent nagyon szépé tettek. Így a vajat is, a frissen köpült vajat olyan módon tették kívánatossá a piacozó gazdasszonyok számára, hogy ilyen vajmintázóval, vagy vajnyomóval, más néven vajformázóval szépen kidíszítették, vagy díszessé tették. Ez pedig úgy történt, hogy hideg vizet öntöttek ebbe a kis tárgyba, hogy a belenyomkodott vaj utána szépen ki tudjon csúszni, és a vaj fölvette ennek a szép virágmintának a formáját, és zöld levélen, szőlőlevélen, tormalevélen, esetleg káposztalevélen kínálták a piacra menő asszonyok számára ezt a nagyon szépen díszített aranysárga vajat, úgyhogy biztosan kapós lehetett a piacozók körében. Ez nem egy nagyon gyakori tárgy országszerte, mondhatnám azt, hogy szinte csak elszórtan fordul elő a múzeumok gyűjteményeiben. Nem véletlenül, mert német és szlovák hatása került be a magyar paraszti kultúra tárgyi világába. Az, hogy elszórt, ez azt jelenti, hogy nem általános a használata. A megyénkben és a múzeumokban mindössze 2 darab található ebből. Egyébként pedig a 20. század első felében, közepén, amikor még a vajköpülés, illetve a vaj díszítésnek a hagyományos formái éltek, akkor használták elsősorban. A vajmintázót október végéig tekinthetik meg a József András Múzeum földszintjén, a múzeumban pedig még ezen a héten tart a Krúdi Napok című rendezvény, valamint készülnek a már hagyományos őszi tárlat megnyitására is. A térségünkben élő és alkotó több mint 40 művész közel 100 munkát küldött be zsűrizésre a múzeumba. A legjobb alkotások október 16-ától láthatóak az intézmény első emeletén. Az elmúlt években különleges darabokkal kedveskedett a Móricz Zsigmond Színház a legkisebbeknek, teszi ezt idén is, például a Coppéliával. Erről beszélgetek a társulat tagjaival, Vámosi Judittal, Fellinger Domonkossal és Lakatos Mátéval. Sziasztok! Szia! Coppélia, hallhattuk már, de itt Nyíregyházán teljesen új. Hogyan fogalmaznátok meg ezt a darabot? Mert ahogy a honlapon láttam, 3 szó emelkedik ki a darab címe alatt, ez a tánc, zene és mese. Ez abszolút lefedi? Így van, igen. Annyit előjáróban ugye, hogy ez 4 éve indult ez a kezdeményezés. Tehát, hogy mondtad, hogy nagyon speciálisan sok nyelvet és sok műfajt magába foglal. Ez ugye a táncszínházi szegmenst fedi le, ami most egy ilyen fizikai színházi formanyelvvel párosul, és továbbá a prózai színházat és a komoly zenét. Tehát egy elég speciális dolog, egy ilyen stiláris kevers tulajdonképpen. Mégis olyan ez a darab, annak ellenére mondom ezt, hogy még nem láttam, hogy így elámítja az embert. Több fotót is lehet már ugye a próbákról, előadásokról látni interneten. Hihetetlen a díszlet, a világa, a maszkok, a ruha, úgyhogy jó dolgotok van, most mondhatom ezt. Viszont a darabról egy kicsit szóljunk, hogy mi is az alapsztori, és ki milyen szerepet kapott ennél a darabnál. Várj, most az alaptörténetre, vagy kíváncsi, tehát ez egy kivonat, amit mi játszunk. Uh-huh. Én olvastam ezt a Hoffman kisregényt, vagy novellát, nem is tudom, minek nevezzem. A történet röviden az, hogy tehát mi azt játsszuk, hogy a lélekben születnek a csodák, erről szól az előadás. Uh-huh. Annyival van megspékelve, hogy van egy gonosz bábkészítő, aki nem tud aludni, mert homok ment a szemébe, ezért csak a tárgyakkal van jó viszonyban, és azokat szereti. Ezt játszom én, ezt a figurát hívják Coppéliusnak. Aztán az a terve, hogy életre kelt egy bábut, tehát hogy egy olyan bábut fog készíteni, akibe beléoltja az ifjú Hoffmannak a lelkét,
de hát ez nem sikerül, és a végén őt is megjavítják, tehát röviden mi ezt játsszuk, hogy tulajdonképpen jónak lenni jó, és tök jó, hogy van szívünk, és az dobog. De az eredeti az ennél egy sokkal sötétebb, romantikusabb rém történet, ami tele van frusztrációval, depresszióval, és nagyon sok csúnya dologgal, ami egyáltalán nem a gyerkőcöknek való, és van ebből egy Dölib nevű zeneszerző által komponált balett előadás is, tehát talán ezekből gyúrta össze a Tünde és a Krámer Gyuri ezt az előadást, és akkor jött ez a kopélia, amit mi játszunk K-val, mert ha jól tudom, akkor C az eredeti. Ez is azt demonstrálja tulajdonképpen, hogy ez egy sajátos dolog, tehát most ránk lett írva ez az előadás, és ahogy Máté is mondja, hogy a fő motívumok lettek a balettból benne hagyva, de ugye a Homokember című novella, amiből az eredeti Dölib és ugye inspirálódik és táplálkozik, annak is pici motívumai lettek beletéve, de tulajdonképpen ez speciálisan egy külön-külön kis mese lett írva. Van egy nagyon kedves kérdésem a darabbal kapcsolatosan, no nem kell megválaszolni, legyen inkább költői kérdés, hogy a lélek tényleg olyan, mint egy zacskó cukorka, talán ez is kiderül a darabból. Judit, te kit játszol a darabban? Én vagyok az a báb, akit a Máté az egész, hát úgy a darab közepéig próbál kifaragni, befejezni, és velem próbálja elvenni, vagyis általam próbálja elvenni a Hoffman lelkét. Mennyire tudtál amúgy ezzel az egész helyzettel, illetve szereppel azonosulni? Ez ilyen standard kérdés ugye színészeknek, igen, de azért mégis fontos, mert ugye például Máténak egy ilyen gonosz szereplőt kell azért, igen, valahol alakítania, neked hála jó égnek nem. Nem, nekem annyi nehézségem van igazándiból, hogy nem mozog az arcom. Uh-huh. Tehát, hogy végig egy ilyen merev baba, uh-huh, mindaddig, míg életre nem kell, amit már viszont a Kuti Pati játszik. Kik játszanak még? Hármótok mellett akkor Pati nevét hallottuk, igen, még. Kik a húzó szereplők, ha lehet így fogalmazni? Hát még én játszom benne a Patinak a férjét, uh-huh, és az ifjú Hoffman, mert több idő síkon mozog, de így sem akarok semmit előre elárulni a kedves nézőknek. És tulajdonképpen szerint meg én vagyok benne a hős, aki tulajdonképpen a csodákban hisz, és különféle olyan emberi értékeket demonstrál, mint a bátorság, az önfeláldozás, a hit, tehát én vagyok tulajdonképpen a pozitív szereplő, leegyszerűsítve. És még a Móri Zsigmond Színház táncosai játszanak az előadásban, tehát hárman vagyunk színészek, és a többiek mind táncosok. Még ha jól tudom, akkor rajtunk kívül öten. Plusz a Berki Armand, aki zongorázik, és a zenei világnak, vagy a zenének a kompozíciójában részt vett, tehát ő a zenért felelős tulajdonképpen. A gyerekeket is lenyűgözi ez a darab. Ezek a visszajelzések már hozzánk is eljutottak. Amit én nagyon sajnálok, hogy általában hétköznap délelőtt 10 óra körül játszotok ugye a művésztúdióban, de említettétek nekem még a beszélgetésünk előtt, hogy lesz egy olyan nap novemberben, amikor esetleg még én is meg tudom nézni, ez mikor lesz? Egy vasárnapi napról van szó, de hogy novemberben. Azért vagyok kicsit tanástalan, november első, uh-huh, hete, hogyha uh-huh, jól, fönn van az interneten, tehát a műsorban meg lehet nézni, nem akarok pontatlan dátumot mondani. És hogy igazából ez egy délelőtt 11 órás időpont, így ami van, azért lényeges, mert hogy a húsleves még addig rotyoghat, mert hogy tök gyerekbarát ez a darab, 45 perc mindössze. Igen, és tulajdonképpen úgy pontosítva szerintem ez egy családi előadás, tehát uh-huh, én azt gondolom, tehát hogy amilyen gyerekeknek visszajelzéseket kaptunk, hogy a felnőtteket is magával ragadta a történet, és sokan egészen szép kritikát és véleményt mondtak, tehát hogy felnőtteknek is igazából ajánljuk tényleg az előadást, nem csak kisgyerekeknek. Mi az, ami számotokra érdekes volt ennél a darabnál, akár mondjuk a szerepek megformálásánál, a díszleten, amit ugye az előbb dicsértem, mi az, ami titeket is
megfogott, és azt mondtátok, hogy hú, ezt tényleg szeretem, és szeretni fogom? Hát nekem sok ilyen gazdag dolog van benne, ezért is vagyok zavarba egy kicsit, mert tehát ment most már 4 belőle gyerekek előtt, de előtte igazából csak egyszer volt egy tesztközönségünk, tehát nagyon nehéz szerintem belőni, hogy ebből mit szerethetnek igazából a gyerekek. Szerintem is a mai csapatunk nagyon, nagyon imádta, nagyon végig nevetkélt. Mert tulajdonképpen azért kezdtem ilyen távolról, mert szerintem egy csomó olyan dolog van benne, mondjuk az én részemben, de szerintem a többiekében is, amiért az ember úgy színésznek megy. Tehát, hogy azt akarom eljátszani, hogy milyen az, aki nem alszik. Tehát ez egy mesebeli dolog, hogy nem alszik valaki évtizedekig, de hát tehát ez egy szép feladat, nem pedig a... így beszélgetni, mint a büfében a barátok közben, az is jó, meg minden, de hogy szóval, hát hogy ez, tele van egy csomó ilyen dolga, ami szerintem nagyon, nagyon kevés darabban van benne. És ez tök jó, csak azért nehéz egy kicsit hozzáidomítani a gyerekhez, mert szerintem nagyon komoly feladatok vannak benne. Most emeltem ki ezt a nem alvás, de hogy van ez, hogy egyszer csak valaki rossz, aztán jó lesz, mitől javul meg, stb. Vagy ott van ez, hogy adod át azt, hogy a lelkedben van az igazi szépség, és nem pedig a nem tudom micsodában. Szóval remélem, nem konyolodtam el nagyon a kérdéstől, csak igazából ezt valahogy ki akartam mondani, hogy igen, hogy tele van egy csomó olyan jó dologgal, ami szerintem fontos egy színész életében, hogy találkozik ezzel. Úgyhogy azonosulni azt úgy nehéz volt, viszont ez tehát jó melója volt annak, hogy ezeket ne egy ilyen egyszerű lineáris módon tegye le az ember, hogy akkor azért vagyok gonosz, mert akkor összehúzom a kis bekecsemet, és akkor gonoszul nevetek, hanem azért legyek gonosz, mert hogy mi az én problémám. De jó ezt hallani amúgy, hogy megmozgatott ennyire titeket így lélekben is, meg agyban is. Judit, neked? Nekem a babaságból való, a merevségből egy ilyen lazább dologba átváltani, illetve utána a darab végén visszajövök, mint egy teljesen más bábú, tehát idézőjelben két szerepet csinálok, az egyik ugye a Coppelia, a másik meg még egy bábú a raktárból, aki egyszer csak előkerül, de mégis ezt a bábúságot lebontani egy ilyen lágyabb mozgásra, mind bent, mind kint. És a hősünknek mi jutott? Hát nekem, amit mindenféleképpen kiemelnék, mint primer elsődleges szempont, a csapatmunka. Tehát, hogy egy nagyon, én azt gondolom, hogy ritka ilyen pillanatok vannak, amikor minden klappol. Tehát, hogy teljesen közös nevezőn voltunk színészek a táncosokkal, teljesen egyenrangú partnerként dolgoztunk, amiben nekem minden munkám ugye egy alapelvem, mert hogy a színház alapvetőleg mindig egy előadás csapat munka, és az alkotótársak is, tehát a Krámer Gyuri a rendező, a Kardos Tünde a dramaturg, az Armandtól kezdve a Varja Zsófi díszlettervezőig, mindenki benne volt, és nagyon, nagyon intenzíven tényleg szívét, lelkét beleadta ebbe az előadásba. Amúgy meg, ami nekem óriási kihívás volt, a karakteren belüli váltásnak az éles, markáns elkülönítése, és egyértelműen a mozgás és a fizikai része a ezzel szerzett kondíció, tehát hogyan tudunk például nonverbálisan, akár mozdulatokkal ugyanúgy gondolatokat kifejezni, és tánccal gondolatot kifejezni, mert olyan jelekkel kommunikál az előadás, amik nem csak a prózában definiálhatók. Színházi ajánlókat láthatták, mondhatnám ezt a kedves nézőknek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A Juri zenekar most 24-én tartja Nyíregyházán lemezbemutató koncertjét, erre az eseményre lehet tőlünk páros belépőjegyeket nyerni. A kérdésem egyszerű, hanyadik nagylemezének bemutatására készül a Juri zenekar? A tippeket a megfejtés@kölcseitv.hu-ra várjuk, vagy SMS-t is lehet nekünk írni, 0620-286-1804. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra, és még egy dolog a végére, jövő héten már új mini blokk is lesz a Weekendben, érdemes minket akkor is nézni.
Viszlát!